Könyvemberünk ezúttal Fodor Marcsi. A beszélgetés apropója az, hogy most jelent meg egy könyvet, 20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer, de mielőtt ezekkel foglalkozunk, egy kicsit foglalkozzunk veled. Van egy idézet tőled, amit vagy egy könyv főszövegében mondtál el, vagy egy interjúban, ezt nem tudom, de szeretném felolvasni az első három mondatát, mert ez nekem nagyon tetszik, annál is inkább, mert Közel áll hozzám. Ezt gyerekkoromban nem szerettem iskolába járni, pedig bárhova mentem, mindig volt egy könyv a kezemben. Olvastam evés közben, villamoson ülve, de még séta alatt is. Nem csoda hát, hogy senki sem értette, ha ez, ha ez a gyerek ennyire szomjazza a tudást, akkor miért nem kitűnő tanuló? Ez azért tetszik nekem, mert ez pont így volt velem is. Szóval <laughs> mert a teszőlegynek -e is azt mondták, hogy annyi potenciál van ebben a gyerekben. Igen, kirázná a kisújából, azt hiszem ez volt a fordulat. Igen. E van köze ennek egyébként a, a, ahhoz, hogy aztán te újságíró lettél, meg történetekkel, szövegekkel kezdtél el foglalkozni, hogy magadnak felfedezted az olvasást már gyerekkorodban? Biztosan van benne része, de szerintem ami nagyon fontos mindig, hogy milyen tanárai vannak az embernek. A alsó tagozatban például emlékszem, hogy én a matematikát nagyon szerettem, mert zseniális motek tanárom volt, és egyszerűen nagyon jó volt. Aztán utána jött egy olyan, akit nem szerettem, és hirtelen a matek ellenségessé vált. Viszont általános iskolában volt egy zseniális magyar tanárom, aki Illés Endrének volt a felesége, és hát ugye ő volt a 20. századi irodalom könyvkiadásnak a legnagyobb alakja, és Angéla néni, akit így hívtak, ő nagyon szeretett engem, és állandóan mondogat, hogy belőlem írónak kell lenni, hogy én vagyok a kedvence, hogy, 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 írjak, hogy az én feleletem lesz majd az utolsó, mert az a legjobb, az a csodálatos. És tudod, minél többet kap valaki dicséretet egyfajta tárgyból, akkor hajlamos arra felemenni, ahol a sikeréri. Ez képes kis túlzáson is, is olyan bölcsészeti tárgy az egyetemen, amit, ahova ne jártál volna, én meg ötig jutottam a számolásban. Igen, de még mennyire álmodoztam. <laughs> Vannak azért fájdalmaim. Például az, hogy egyiptológia, vagy a pszichológia oda, oda aztán végül úgy döntöttem, bár bekerülhettem volna mind a kettőre, hogy azt, azt, azt már nem, azt már nem mert, mert egyszerűen valahol meg kell állni. Végül aztán magyar művészet, történet, kommunikáció, és még... Esztétika, és még filmelmélet is és ebből aztán adta magát, hogy ezt a sokféle tudást úgy használt föl, hogy a újságíró leszel, mert az az, 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 mindegyikhez van köze, vagy, vagy ez az élet hozta csak így? Szeretek beszélgetni az emberekkel, szeretek kutatni, szeretek kérdéseket feltenni, és általában az emberek is szeretnek nekem mesélni. És aztán utána már az ember, és, és egyébként meg imádok könyvtárba járni, és könyvtárban ülni, és egészen különleges kis régi dolgokat, régi könyveket találni, amiben még izgalmasabb dolgok vannak. Mit szeretsz jobban kérdezni, vagy feltárni egy történetet, vagy amikor már megírod és magad alakítod azt a szöveget? Hú, hát nem tudom neked, hogy van, de nekem az írás sokszor kínlódás. Nehéz néha. Tehát, hogy vannak, van, amikor az embert feszíti az írás, és akkor úgy, úgy kiárad belőle, átszakad egy gát, és akkor úgy megy az egész, és van, amikor, amikor munka és hát nem minden nap élvezet. Van, amikor az is csak munka. aki követi a munkásságodat, az nagyon sokáig csak újságokban, nem Igen. csak, hanem elsősorban újságokban találkozott a, a neveddel, és aztán három éve jelent meg az Igen. első könyved. Tehát három évvel ezelőtt egy, egy ifjúsági könyvvel jelentkeztél, most pedig már itt a másodikról beszélünk, és majd a a mai beszélgetés végén majd szóba hozzuk, hogy mi mindenben dolgozol még. Szóval most már az újságíró mellett második könyvnél mindenképpen mondhatjuk, hogy író is vagy. Ez a te fejedben így van? Igen. Igen. Szóval... Végül is az írás, az mindenképpen csak írás. Tehát, hogy annak idején, ugye én, nő, én eleve úgy terve, ugye amikor én az eltére jártam kommunikáció szakra, akkor minket alapvetően politikai és gazdasági újságírónak terveztek. És én már akkor is tudtam, hogy én nem ezzel akarok foglalkozni, én női magazinokba akarok írni, ami egy azóta is eléggé lenézett szakma. De nekem az volt a véleményem, és én ezt mai napig tartom, hogy az ember bárhova írhat jó és színvonalas cikkeket, és akkor az nem őt minősíti, hanem a közönséget, aki nem látja meg esetleg abban a, a jót, vagy, a, vagy az értéket. Tehát, hogy mindenhova lehet értéket adni, és hogy erre igenis van igény, akárha az ember a kiskegyedet olvassa, bár oda soha nem írtam, akár tényleg a blikket, ha te jó cikket ész, amiben jó dolgok vannak, akkor egy olyan közönséghez is el tudod juttatni, akik egyébként lehet, hogy nem vennének a kezükbe egy könyvet, vagy egy olyan, vagy nem mennének el egy kiállításra, de ha olvasnak róla, akkor valahogy mégis kapnak valamit. És ezeknek a lapoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy az emberek figyelmét irányítsák valahol. Igen. de tulajdonképpen erről szól az első könyved is, amin ugye 50 elszánt magyar nőről szól két évvel ezelőtt. De vannak, és egyébként az elmúlt négy-öt évben jellemzően hasonló külföldi kiadványok. A, eu, három évvel ezelőtt egy amerikai könyvesbordban azt hiszem hetet számoltam meg ilyen eu, mindenféle lányokról, asszonyokról. Tehát eu, úgy tűnik, hogy erre van igény. Eu, valószínűleg azért, mert, mert a lányok nem kapták meg ezeket a hősöket korábban így, eu, hanem egy-egy esetleg Magyarországon csíkos meg pöttyös regényekben lehetett olvasni Női hősökről, erős női karakterekről, példaképekről. De az, az, az csak pár helyre jutott el, elsősorban lányokhoz. Tehát például a fiúk Igen. sose tudtak Hugonnai Vilmáról, Igen. meg olyan nőkről, akik valami nagyot alkottak, mert ez benne maradt egy zárványban. Az ilyen típusú könyvek azok jobban kinyitnak a fiúolvasok felé, és vagy ez még továbbra is csak a lányokhoz szól? Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Azért, mert Persze, alapvetően a kutatások szerint a fiúknak egyébként nincs problémájuk azzal, hogy lányokról olvassanak, vagy lányhősök legyenek. Ezt egyébként nagyon sok gyerekregény is kihasználja, hogy ezzel amúgy nincs gond, hogyha ez jól van. Tehát ott a Hunger Games például az éhezők viadala, ahol egy erős női karakter a főhős, és azt fiúk-lányok egyaránt szeretik. És hát egyébként is. A gond az nem az, hogy csak a csíkos és pöttyös könyvekben voltak lányhősök, hanem hogy egyáltalán miért nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan éltek a nők mondjuk a történelemkönyvekben. Hát igen, ha kinyitunk egy történelemkönyvet, nem sok Nincs női benne. szereplő van Nincs benne, de még kevesebb van arról, hogy hogyan éltek akkoriban a nők. Tehát, hogy nekem a oktatással. Mindig is az volt a bajom, már gyerekként is, hogy egy csomó izgalmas kérdésre, amúgy nem ad választ. Ami felmerül az ember, hogy hogyan is éltek. Azt értem, hogy így háborúztak, meg olyan politikai harcok voltak, de hogyan éltek, mit csináltak, milyenek voltak a hétköznapjaik, és ha ezt egy kicsit elkezdjük kapirgálni, akkor ott azonnal felmerül a nők szerepe. Te tulajdonképpen azt írtad meg, amire kislányként kíváncsi voltál, hogy. Azt hiszem, igen, az mindenképpen benne ezeket volt. a neveket utcatáblákon nyitottam ott, de, de a tankönyvben meg nem volt vala semmi. Igen, másfelől meg ugye nyilván sokat számít, hogy nekem három gyerekem van, és a két nagyobbik, ők, lányok, és amikor tíz évvel ezelőtt kiköltöztünk Angliába, akkor, akkor jöttek ugye ezek a hihetetlen jó női könyvek, amikkel az angol száz gyerekirodalom azért tele van. És akkor ugye mindenütt olvastuk azokat a, a 8-10-15 amerikai hősnőt, aki mindenhol benne van, az Amelia earhart kezdve, a Maya Angelouig, és akkor ugye felmerül nyilván mindig a kérdés, amikor otthon beszélgetünk, hogy, és Magyarországon mi volt, Magyarországon ezt kicsináltam, Magyarországon ez hogy történt, és akkor ott álltam, hogy az semmi, hogy én erről soha nem is hallottam, de más se. Igen, egyébként az az érdekes, hogy egymástól függetlenül ugyanazokat a női hősöket találtuk meg. Még talán az az oka, hogy, hogy ez egy véges merítés, mert hogy, hogy nem tudták a, a 19. 20. században élő, magyar nők sem, nem beszélve a korábbiakról, kiteljesíteni azt, ami bennük volt. Tehát, hogy kevesekről lehet azt mondani, hogy ott egy teljes életpálya, ami példaszerű, mert ezek az életpályák általában megtörtek, és családanyák lettek, vagy, vagy valami más. É, és... Vagy, vagy egyszerűen erről nem illet beszélni a korban, hogy nem csak a nagypapa az, aki sikeres, hanem a nagymama is mondjuk hozzájárul. Akár mondjuk művész családokban, hogy ő is azért alkolt. Meg amúgy az volt az elvárás, akár mondjuk egy, egy Béla jut most eszembe, akinek a felesége is egy hihetetlen, izgalmas festőnő volt, hogy, hogy hát azért, azért a férfi az, aki a sikeresebb, és ez egyszerűen abból ered, hogy az ő képeért többet adnak. Tehát akkor Ez szóval nagyon választad... egyszerű szerintem, mert pont a Cóbelnél az van, hogy van egy ismertebb, bizonyos értelemben ismertebb női festő, Modok Mária, Hozzám egy szóbelhez, és ott van vége a karrierjének. Tehát nem volt az beárazva, hogy esetleg az ő képeért nem adnak többet, hanem onnantól kezdve az ő szerepe az volt, hogy biztosítsa a feltételeket a férjének a, az alkotásra. Minden szóbelképben ott van modok már, mert Anélkül talán nem úgy született volna meg, de nincsen modok életmű abban az élet értelemben, hogy mi lehetett volna belőle. Igen, tehát, de én... szerintem itt a pénz is benne van, hogy, kinek, tehát, hogy egy, van egy család, aki meg akar élni, akar egyfajta bevételt, egyfajta stabil megélhetést. És akkor ugye kinek a, ki, ki, az, aki a hangsúly helyeződik? A Cóbel, aki már amúgy is egy kicsit befutottabb, kicsit ismertebb, meg amúgy is férfi, ő mehet akár egyedül is. A nyilván nem várt el senki, hogy most akkor a Cóbel feladja a karrierjét, és akkor otthon fog főzni, és a feleségét fogja segíteni. Ehhez képest most megjelent egy, egy könyved, ugye ez a 20 rendkívüli magyar, akit, akit az egész világ ismer, ebben van ugye 20 kísérletrajz, és öt közülük a nő. Itt törekedtél arra, hogy több legyen, vagy egyszerűen ez a merítés, hogy ismertnek kell lennie a világ szerte, az egyszerűen ennyit adott ki. Vagy még az is belefér, hogy, hogy többet tettél bele nőből, mint ami egyébként egy, egy sima kutatással kijött volna. Hát azért valljuk be, hogyha megkérjük az embereket, hogy soroljanak fel mondjuk öt híres magyar embert, akkor szerintem az öt híres magyar férfi lenne. És hogy mindegy, hogy azt kérjük, hogy festészetből, tudományból, irodalomból, az az öt, az a tíz, az a húsz, az első, az mindenképpen férfi lesz, és aztán úgy tudatosan kell keresni, hogy hol vannak a nők. Na de nekünk meg, akik válogatunk, nekünk meg nagyon fontos társadalom formáló szerepünk van abban, hogy igen, oda tegyük a nőket is, és bemutassuk, hogy ők is ott vannak. De szerintem ezzel te is így voltál, amikor a könyvet... Persze, én amikor, amikor az ilyen magamban csak hősös könyveknek hívott köteteimet raktam össze, akkor megnéztem kíváncsiságból a Szabó Ervin könyvtárban az életrajzok katalógust, hogy hány férfi és hány női életrajz van, és azt hiszem, hogy 100-ból 11 volt a női tehát hogy valamivel több mint 10%-a a, földolgozott életrajzoknak, ami, és ráadásul volt akiről több is, tehát azt nem néztem meg, hogy, hogy ez összesen hány embert jelent, de valóban sokkal kisebb a merítés. De ez amúgy ez igaz az irodalomban, igaz a művészetben, de még a tudományban is. Ugye ott van a Matilda effektus, hogyha egy férfi és egy nő közösen kutatnak valamit, akkor a férfi fogja ezért az elismerést kapni. És ez egy annyira ismert dolog, hogy ennek már külön neve is van. Jó, hogy volt egy Matilda, aki nem kapott? Nem, ez a, a Matilda, aki... Nem, szerintem nem, ez a Ródának a regénye. Szerintem uh -huh. úgy Matilda. Aha. És úgy kapta ezt a nevet, de hogy ez így végig vonul az egész tudománytörténeten. Hogyha van mondjuk a DNS felfedezése. Volt három férfi, tudták, hogy hárman lehet kapni a Nobel-díjat, hát most az a nő, akkor, akkor ő, ő maradjon ki. És mindenben ez, ez megvan. De még erről a Barabási Albert is ír, és azt mondja, hogy például az annyira izgalmas, ugye ő is az egy, a könyv egyik szereplő, és nagyon sokat olvastam tőle, hogyha van egy kutatócsoport, akkor a kutatócsoport jobban működik, ha van benne nő, mert egyszerűen többféle nézőpontból tudják a dolgokat megvizsgálni. De a nők számára sokkal jobb, ha nem maradnak kutatócsoportban, mert ott mindig a kutató férfi vezetője fogja kapni az elismerést. És a női név az egyszerűen kimarad háttérbe szorult. Tehát a nők számára az a legjobb, ha csatlakoznak egy kutatáshoz, ott tanulnak, majd önálló kutatást indítanak, mert amennyiben egy férfi ott van mellettük, akkor automatikusan azonnal, még a tudományos életben is, még a mai napig is, a XXI. században is, a férfi fogja kapni az elismerést. Ez egy, mi nem gondoltam erre, de, 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 biztos, hogy, hogy így kell lennie, főleg, hogyha Barabási Albert László ezt mondja, aki a ABC sorrendben megyünk az első Igen. a könyvet szereplőjének. Hagyj olvasom föl ezeket a szereplőket, és aztán beszélgessünk róluk úgy általában, meg talán néha külön-külön is. Szóval Barabási Albert László, hálózatkutató, Bíró László, a golyóstól feltalálója, Robert Kappa, fotós, Enyedi Ildikó, aranymedvedélyes filmrendező, Gábor Dénes, nobel fizikus, hologram feltalálója, Galamb József mérnök, a Ford T-modell tervezője, Harry Houdini, a világ leghíresebb szabaduló művésze, nem is tudok más szabaduló művész, Jókai Lajos, a modern űrhajós étel feltalálója, Karikó Katalin biokémikus, az mrna alapú oltás felfedezője, Kodály Zoltán zeneszerző, és a róla nevezett Kodály Zoltán Kodály módszer megalkotója, Lugosi Béla, a világ leghíresebb vámpírja, színész, Margaret Mahler, a pszichológiai megszületés világkérő kutatója, Maurer Dóra, alkotóművész, Puskás Ferenc, Puskás Ferenc, futbalista természetesen, Rócsért Klára, legsikeresebb magyar divattervező, Rubik Ernő, világhírű, Rubik Kocka megalkotója, Szemmelweis Ignác, az anyák megmentője, nőorvos, Csász Simonyi, a Microsoft Word és az Excel megalkotója, meg sok minden másé, Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós, a C-vitamin Kifejlesztője, azt uh -huh. hiszem ez a helyes kifejezés. És Zsolnai Vilmosa, a Zsolnai Porcelángyár alapítója, Kerelmi technikai újító. Ez azért egy nagyon heterogén társaság. Szóval van benne sportlegenda, filmstár, feltaláló, bűvész, de még divattervező is. Mi, a, mi köti őket össze? Az, hogy mindenki hallott róluk. Mindenki ismeri a nevüket. És ha megyünk a világban, akkor ezt úgy szokták tudni, hogy ők magyarok. Nyilván van, aki híresebb ezek közül, és akit az volt, mondjuk Puskást mindenki ismeri, de, de olyan is van, aki meglepetésként ért sok ismerősömet, magyar ismerősömet, hogy ő például magyar volt, mert a nevét ismerték, mondjuk Margaret Mahler, hihetetlen pszichológus, mindenki tanul róla, és egyetlen egy pszichológus ismerősöm sem, tudta, hogy ő egyébként magyar volt. Egyébként én sem tudtam valóban, nekem, nekem az meglepetés volt. És minden, minden pszichológia tankönyvele kezdődik. É az volt a főbb szempontot, hogy ismertek legyenek külföldön is, vagy pedig az, hogy valami példaszerűt hozzanak létre? Tehát milyen irányból közelítettél? Hát az első az mindenképpen a híresség volt, és egyébként ott értek meglepetések. <laughs> mert ugye nyilvánvalóan az ember, amikor egy ilyen listát összerak, akkor nem 20 van, hanem 30, 40, 50, nagyon sok. És én azt csináltam, mert ugye mi nagyon sokakról azt gondoljuk, hogy valamit felfedezett, és ő az, ami ő az egésznek az atya, és akkor az ember mondjuk csinál egy visszafelé keresést, tehát beírja a Google-ba, hogy kifedezte fel a C-vitamint, és akkor megnézi, mi jön ki. És mondjuk oké, okay, és ebben az esetben Szent Györgyi, de hogy volt egy pár olyan felfedező, akire mondjuk külföldön mást gondolnak, és csak mi gondoljuk, hogy annyira híres. Tehát ez például egy szűrés volt, akinél nem jött ki ez a ez a visszafele keresés, ott, ott azért, azért vannak inkább. magyar nobel díjasok akiket vannak. nem tettél bele, de vannak. értem, hogy miért, mert akkor az egy természettudományos könyv lett volna. Hát csak tudósokból, matematikusokból meg lehet tölteni egy külön könyvet. Szóval, Igazából bárkivel találkozom, akinek azt mondja, hogy hát azért x-et, y-t még, mert miért nincs benne bolyai, miért nincs benne kempelen farkas, miért nincs benne tudod, tehát így a lista az végtelen, hát rengeteg jó híres magyar ember van. Magyarul mégis csak a te szubjektív szerzői önkényeden múlt, Hát az mindig benne akkor, van. Akkor kell lenni legbelül egy plusz válogatási szempontnak, hogy őt betetted, más meg nem, nem tetted be. nem csak a híresség, meg a, a példaszerűség, hanem valami másnak is kell lennie. Vagy ezzel nem gondolkodtál? Hogy miért ők? Hát... Így, valószínűleg, mert igen, nekem, nekem, aztán a végül ők tetszettek, ők álltak Te hozzá. Meg tudod, az is sokat számít, hogy, hogy azt akartam, hogy mindenképpen változatos legyen, ne csak mondjuk matematikusok legyenek benne, vagy ne csak mondjuk pszichológusok, mert hogy, hogy valahol akkor ki kell közülük választani egyet. Mert hogyha azt akartam, hogy a könyv a gyerekeknek minél több dolgot mutasson, hogy mennyi féle sok út van, és mennyi féle sok eredmény van, amit el lehet érni, és akkor ehhez az kellett, hogy, hogy sok, sokféle legyen, változatos. Az kétségtelen, hogy, hogy, hogy nagyon változatos lett. Vannak benne élők, meg vannak már nem élő ö, szereplők, vagy hősök, hívjuk őket hősöknek. Ö, ott ö, tudatosan törekedtél arra, hogy mind a, hogy legyen ilyen is, olyan is, vagy egyszerűen tényleg a, a, az ismertség meg a híresség az kiadott egy listát, amiben válogattál? Hát jó, hogyha vannak a kortársak is. Hogy nem csak bemutatjuk a gyerekeknek, hogy igen, ott valamikor régen... A legendák korában volt valaki, akiről már, már nem tudunk vele azonosulni igazából, hanem itt és most is lehet zseniális dolgokat csinálni. De a Karikó Katalin nevét szerintem egy évvel ezelőtt egy ismerte dolog. meg a világ, meg a, és Magyarország is, hogy attól nem tartottál, hogy a még élőknél e, még nincs egy lezárult életpálya, hogy, hogy vajon ez az a pont, amikor egy ilyen, e, mégiscsak példatárként is működő be lehet őket tenni? Azt gondolom, ezt el kell engedni, mert lezárt életpálya sosincs, és ezt legutóbb a Black Lives Matter mozgalom bizonyította, hogy megvoltak meg ott is azok a elismert emberek, akiknek megvolt a szobruk, majd jött száz év, kétszáz múlva valaki, év múlva valaki, és azt mondta, hogy az illető az nem is volt hős, hát ő rabszolgákat tartott, vagy gonosz volt, vagy kihasznált embereket, és akkor a szobrát bárkinek bármikor le lehet. Igen. Dönteni, és attól még a tette, vagy amit elért, az attól még megmaradhat, mert nem gondolunk már rá hősként. Az egyik ilyen csoportosítás, ami adja magát ugye az hogy élők és már nem élő hősök, de nekem feltűnt az is, hogy nagyon nagy arányban vannak olyanok, akik elmentek innen, és külföldön építettek karriert, de azért mégiscsak identitásukban magyarok maradtak, hogy... Ezt is a véletlen hozta, vagy, vagy meg akartad mutatni ezt a, az útját is egy életnek? Én ezen nagyon sokat gondolkodtam. Ugye ez egy nagyon gyakori kérdés, ami felmerül, hogy lehet-e valaki Magyarországon világhírás, vagy mindenképpen el kell menni. Tehát, hogy ez egy ez ilyen átok benne, aki itt maradt? Nagyon kevés, de aztán arra jöttem rá, hogy nem, nem, nem baj, ha az emberek elmennek hogy ezek az emberek attól lettek világhírűek, mert kimentek a világba, és megmutatták magukna, magukat egy sokkal nagyobb versenypiacon is. Ugye nyilvánvalóan, mondjuk, ha azt mondjuk, hogy Rubik Ernő, mondjuk, ha ő csak a magyar piacra alkotott volna a kockát, és eladott volna mondjuk 5000 vagy 10 ezer darabot, akkor lehet, hogy ez a játék egy 5-10 év múlva elhalt volna és elcsendesedett volna. De elment Amerikába, egy sokkal nagyobb céghez leszerződött, akik milliárd számra tudták ezt gyártani, Egyszerűen mondjuk magyar üzemnek nem lett volna ekkora kapacitása ennyi játékot legyártani. Tehát, hogyha ilyen szempontból gondolkodsz, akkor ott van a barabási, megint őt tudom mondani, aki azt mondja, hogy neki már az életében az is egy óriási különbség, hogy mondjuk nem Romániában volt egyetemen, és nem ott végzett, hanem Magyarországon, mert egyszer már a Magyar Egyetemen is sokkal több kapcsolata volt, és ugye ez a hálózatok. Attól lesz ez sikeres, hogy nagyobb hálózatot ismersz, megismersz olyan embereket, akik előre visznek. Igen, de hogy azért ezek olyan emberek, akiknek közben nagyon fontos az, hogy magyar kultúrából jöttek, hogy megtartsák külföldön is a magyarságukat, mert lehetett volna olyat találni. Igen, aki, olyat is. Aki Persze. külföldön sikeres, de de onnantól kezdve nem tartja magát magyarnak, vagy ez nem fontos neki, vagy kifejezetten visszautasítja olyat is, ismerünk. Igen. Hogy Magyarországon lengetjük az ászlót, hogy ő magyar, de mondjuk Andy Grú, mint informatikai innovátor, és akkor kifejezetten kikérte magának. És akkor azokról mi nem is beszélünk, akik azt mondják magukról, hogy magyarok, és akkor mi meg itt nézünk, hogy meg a Druberi Moore, akinek van egy felmenője, aki magyar volt, de ő nincs, nem jár Magyarországon, nem beszél magyarul, akkor ő most magyarnak számít, vagy sem, ezzel is szerintem nagyon nehéz. Hát mi? ez a Liszt-Ferenc kérdés. Ha ő magyarnak mondja ő magyarnak magát, akkor, magát, akkor nekünk de... nincs jogunk ezt elvitatni. Kicsit a, a tartalmi részekről is beszéljünk. Egyrészt, hogy ezek monológok, egyes első Igen. szemében elmondott történetek, tehát ezek a hősök maguk beszélnek, ezt eleve így tervezted, vagy egyszerűen a munka közben jött ki, hogy ez, ez így hatékonyabb vagy jobb megoldás? Ugye ez egy könyvsorozat, a, a harmadik része, az első, so, az első kötet az híres, általában híres emberekről szól, a második az híres tudósokról, és ez a harmadik a híres magyarokról, és az első két kötet az így íródott, de amikor mi ezt a szerkesztővel beszélgetünk, akkor mi úgy éreztük, hogy ez nem biztos, hogy működne a magyar piacon, illetve hogy milyen fura lenne, hogyha ilyen kortárs embereknek én adnék dolgokat a szájába, amit nem is mondtak, és akkor megegyeztünk abba, hogy ez egyes harmadik szemébe lesz, mesélünk róluk. És aztán elkezdtem ezzel foglalkozni, és beleélni magam ebbe a, az, mindig az adott illetőnek a, az életébe, olvasni az én hallgatni esetleg az élőktől YouTube videókat, a vallomásaikat, és aztán leültem írni, és akkor ez így, így jött ki belőlem. És azt éreztem, hogy ez a legautentikusabb, amikor ők maguk mesélnek. De azt hozzáteszem, hogy nekem a két lányom mellett van egy tíz éves fiam is, aki körbelül a könyvnek a célcsoportja. célcsoportja. És akkor én mindig azt csináltam, hogy mikor találtam, azt gondoltam valami érdekeset, akkor leültem és elmeséltem a fiamnak, hogy újisten képzeld el, hogy mit találtam, és hogyha ő lelkesedett, akkor, akkor láttam, hogy jól van ez, ez jó, ha meg így húzta szert, hogy hát ez baromi unalmas, hát ez kinek érdekes, akkor láttam, hogy jó van, akkor ezt hagyni kell. És az az érdekes, és én azt szerettem, nagyon a könyvben azt hiszem, és ez a végre teljesen összeállt, úgy úgy képzeltem el, mintha ezek az emberek eljönnének hozzánk, és mesélnének a fiannak, és látnának egy, egy átlag tíz éves, tudod, aki úgy tud némely dolog érdekelné, mert csak úgy húzogatja a vállát, és próbálnak elmondani, hogy ők mitől olyanok, amilyenek, hogy ők mit csináltak, hogy és hogy egy csomó olyan dolog van, azt hiszem, amit most ki lehet emelni, mert fontos, de ami mondjuk akár még 50 évvel ezelőtt sem volt, se érdekes, se fontos. Hogy például Gábor Dénes számomra ilyen, akiről kiderült, hogy ő nem csak ugye a hologramot alkotta meg, hanem az első világviszonylatban az első tudós, aki a környezetvédelemről beszélt. És a környezetvédelem az most egy olyan téma, ami nagyon érdekli a gyerekeket. És hogy a Gábor Dénes azt mondta, hogy a világ halad a pusztulás felé, és nekünk, tudósoknak a feladatunk, hogy ezt megállítsuk, és nekünk, tudósoknak a felelősségünk, hogy mindent megtegyünk. És azt gondolom, hogy ez egy olyan üzenet, ami egy mai gyerek számára nagyon jó és nagyon izgalmas. De ugyanígy lehet mondani azt is, hogy mondjuk Puskásnál, aki mindenki azt emeli ki, hogy mennyire jó céllövő volt, ő nála például benne van a történetben, hogy ő egész életében mondjuk küzdött a súlyával. És ez is egy olyan dolog, amiről nem biztos, hogy korábban beszéltek volna. Vagy hogy például Enyedi amikor elmondja azt, hogy bizony ő nagyon depressziós lett, amikor 18 évig öt filmje ment egymás után mindig a kukába. És hogy neki egy pszichológus segített abban, hogy erről hogy magára találjon, és újra tudjon dolgozni. És ezek mind-mind olyan tabuk, amit azt gondolom, akár még egy tíz évesen lehetett volna megírni, és most pedig kifejezetten fontosak, és ezek igazi segítséget tudnak gyújtani a gyerekeknek, vagy az olvasóknak. Az élő szereplők mit szóltak ezekhez a monológokhoz? Én azt gondolom, hogy furcsálták. <laughs> a, a... Barabási Albát volt nagyon aranyos, ugye elküldtem neki, és ő azt írta vissza, annyit írt vissza egy sort, hogy én nem így mondtam volna, de tényszerűen rendben. Egyébként sok mindent ő így szokott elmondani, itt is volt nálunk a, a, a műsorban, a másik pedig e, ugye családtagokkal, leszármazottakkal. Igen, e, az e, izgalmas beszéltél. volt. Velük milyen volt a munka? Hát hihetetlen izgalmas. Egyszerűen felkutatni őket a világ végén is. Például én nem tudtam, hogy Bíró Lászlónak él a lánya, a Bíró Marianna még Argentinában. Ők például az argentin nagykövet segített megtalálni. Hihetetlen jó, hogy a Lugosi Bélának például az udokájával tudtam beszélni, a LIN Lugosi Spárcsal, és egy csomó anyagot küldött. Például a Lugosival azért volt nagyon nehéz, mert Lugosi nagyon szerette a legendákat terjeszteni, és ő, ő minden interjúban nagyjából mást mondott el arról, hogy hol született, hol tanult, mit csinált, és ezt nagyon nehéz szerintem így utólag helyre rakni, és talán a LIN, meg az ő kutatócsapatja, mert neki van ilyen, az úgy segített azért ebben. De az például kiderült, sok leszármazottal beszéltem, hogy sokan írnak ezekről az emberekről, és nagyon kevesen keresik meg őket. Pedig egy csomó olyan mint dolog van, amit megjelent, sokszor leírtak, az ember simán átveszi, mert azt gondolja, hogy az igazság, és akkor, mikor én ezt így megkérdezem, akkor azt mondjam, hogy ugyan már, de hogy így volt, hát ez hazugság, vagy mi a családban ezt mondtuk, de azért, azért mi tudtuk, hogy nem így van. Tehát, hogy Szerintem érdemes. De hát ugye egyébként mindig az van, de szerintem ezt te is tudod. Vissza kell menni a forráshoz, a leges-leges legelejére, hát a mert utána a többi lehet. az mind legenda. Van ennek a kötetnek egy másik, egy társalkotója, mondjuk így, Szepesi Zsófia, akinek az illusztrációi teszik teljesé ezt a könyvet. Vele hogy dolgoztatok, hogy te már megírtad a történeteket, és ő elkezdett rajzolni, vagy, vagy beszéltetek, hogy mit, milyen... Ugye fiatal korukban mutatja a, a szereplőket, ami nekem nagyon tetszik. Szóval hogy ment a közös munka? Zsófi egy tündér. Ő vele annyira jól lehetett együtt dolgozni, hogy azt el nem tudom mondani. E, eredetileg azt próbáltuk meg, hogy párhuzamosan dolgozunk, de aztán egy idő után kiderült, hogy, hogy neki is az a legjobb, hogyha én elküldöm neki a szöveget, és ahhoz képes tud akkor a szöveghez illusztrációkat találni. De ugye ez akkor még ott nem ért véget, hanem az összes képet elküldtük a szakértőknek, ugye rengeteg szakértő van elküldtük a szakértőknek, a rokonoknak, hogy nézzék meg, és bizony nagyon sokat belejavítottak. Mert például mondjuk ott van Zsolnai, akiről vannak fotóink, de fekete-fehérek. És akkor ugye az ő unokája mondta, hogy ez így klassz, klassz csak hát Zsolnai híresen kék szemű volt, átható kék szeme volt, és akkor mondjuk ezt javítottuk. Mm -hmm. Vagy hogy mondjuk Robert Kapát lerajzolta, és akkor a kapaszakértő szakértő mondta, hogy ez így jó, jó, minden rendben, de hát sokkal több zseb kellene azon a ruhán, mert hogy Kapa arról volt híres, hogy mindig ilyen zsebes ruhákat hordott, és hát sokkal kócosabb mm. volt, ahogy ottan a harc téren ment. Vagy mondjuk a Rothschild Klárával volt ez ilyen, hogy akkor mondta a szakértő, hogy ez nagyon jó kép, de abban a korban, amikor az a ruha volt, nem olyan színű volt a haja, és nem olyan formájú szemüveget viselt. És Itt akkor kezdtettük előről. Szóval, a hogy... fontos. de, <laughs> de mindenkinél fontos a fontosság, és akkor a zsófi az olyan alázatosan, nyugodtan, szépen mindent javított, és igazából egy nagyon jó érzés az tudni, hogy ez a könyvnek a szövegét is, de a képi anyagát is ellenőrizték szakértők, és, és ezek azért pontosak, noha rajz és noha gyerekkönyv. Hát ott kell aztán csak igazán a, pontosnak és komolynak lenni. Ebben a beszélgetés sorozatban mindig megszoktam kérdezni így a vége felé a vendégeimet, hogy mik a meghatározó olvasmányok az életükben, akár gyerekkori, akár felnőttkori. Én egy ilyen olvasó mindenevő vagyok. A családi legendárium szerint az első könyv, amit olvastam, Jókainak a fehér ruhás nője volt. A Lülöcsei fehér asszony, amit én mindenkinek úgy mondtam, hogy én a Mitől? Mi? És akkor kérdezték tőlem a felnőttek, ugye nyilvánvalóan öt éves voltam, most se tudtam, mit olvasok, élveztem, hogy a betűk ott vannak egymás mögött, és kérdezték, hogy hát milyen fehér ennek a nőnek? és mondtam, milyen lenne hát a lába. <gül> <gül> szóval mondjuk Jókait például szerettem, mert ő is Jókat mesél, és egyébként izgalmas módon nagyon sok kortástörténetet történetet írt meg ő is, nagyon sokat merített a kortástörténésekből. egy kicsit azért így át formálva vagy maga módját. Gondolkodom most nagyon, hogy tényleg, most így azért, azért akadozik a szavam, hogy mégis kiket szerettem nagyon, és lehetséges, hogy én olyanokat fogok mondani, akik nem annyira ilyen az, az szép jó. irodalmiak. Például én nagyon szeretem Stephen Kinget. Uh -huh. Hát ha visszagondolok én az is. életemre, hogy mit tett rám legnagyobb hatása, mondjuk a ragyogás, az több évnyi rémálmot okozott számomra. <gül> <gül> szóval. Azóta sem tudok úgy bemenni egy fürdőszobába, hogy azért éjszaka a csapog a csap, akkor mondjuk ne szoruljon össze a szívem. És egyébként szerintem például ő egy végtelenül alulértékelt író. Mert hogy mindenki. Szerintem holról... ebbe, a, ebbe a műfajba hát az erő a király. Hát, hogy igen, de hogy szerintem sokkal több, író, ő sokkal több, mint horroríró, vagy olyan Vannak tudja... olyan, biztos, hogy vannak olyan novellái, vagy, vagy akár kisregénye is, ami hogyha nem lenne oda jó a Stephen King, akkor is betenné, ott lenne az irodalomban, és akkor talán egy másik polcra kerülne. Tehát biztos, hogy a halásoron meg ezek az, az, az egy azok máshova való. Mind dolgozol most? Hát sok mindenen. Ötletekből ötleteket tele a padlás. Szegény szerkesztőmet mindig azzal kínozom, hogy újabb és újabb és újabb ötleteket mondok neki. De hát, mint tudjuk, az ötlet könnyen megy, a munka az, ami amikor le kell ülni és csinálni. Ami most dolgozom, és az a következő folytatása lesz ennek a könyvnek, hogy úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy összeállítást, mert a híres magyar állatokról fog szólni. És De már úgy, hogy, pont, tehát, hogy egy konkrét állat. Egy konkrét állat. Tehát nem Mondjuk, egy fajta. Nem, nem. nem. Mondj egy példát, kettőt. Mondjuk böbe, a majom, Itt, kántor, mancs, Valóban. Ja, tehát életen, van egy jó pár jó. olyan állat, akit név szerint ismerünk, de akár Jónás a Viziló, és akár maguk korukban, akár most is hihetetlen nagy sztárok, és mindenkit érdekel az életük, és én úgy láttam, hogy nincs olyan uh -huh. gyűjtemény, amely kifejezetten velük foglalkozna. Olyanok vannak, amikor a híres emberek állatai, uh -huh. de hogy engem meg az érdekel, hogy az állat. Ja, tehát és akkor tényleg Abszolút. Nagyon érdekes. És Illet, a másik, a másik, a másik. pedig ki? az egy olyan réges-régen, mint a Rétestészt, a jó húsz éve, még a nagylányom születése előtt mondtam, hogy én azt a könyvet meg fogom írni, az női művészekről szól. És egy olyan írás, ami kifejezetten a laikusokat célozza meg, és az ő, ő nekik akarja elmagyarázni, hogy mert ugye mindig ez a kérdés, hát hogyha olyan nagyon sok jó női művész volt, akkor hol vannak? Tehát aki igazán Aha. jó, tudod, az az úgyis kikerül, tehát azt úgy is mindenki elismeri, és hát annak ezért nagyon-nagyon sok oka van, hogy ez miért nem történt meg, és hogy még mindig miért nem történik meg. És ennek az alapja egyébként, hogy én most már szintén jó húsz éve, van egy cikk sorozatom a évszakokban, ahol elég rendszeresen és sokat foglalkozom női festőkkel, női szobrászokkal, képzőművészekkel, és egyáltalán a kérdéssel, hogy hol vannak a női festők. És ha az ember kicsit megkapirgálják, mindig az erőkül, hogy hát ott vannak ám, hát hogy az ne lennének. Csak bizonyos okok miatt, és ezek az okok még a mai napig hatnak, nem ők kerülnek kiválasztásra. De azt hiszem egyébként, hogy minthogyha itt történne valami változás, egy kicsit is, de az. Nagyon én, kicsit gondol, Vajda Julia, így van. Júlia, Anna Margit, ezeknek a neve most újra Igen? előkerül, ami nagyon jó. De ugye a világ nagy részén, ugye az embereknek nagyon nehéz azt mondani, hogy X jó festő és jobb, és akkor mindig ugye merül, hogy hol, hol van az, amikor. Mi, mi a mérce, alapján, ami alapján eldöntjük, hogy valaki jobb, mint a másik, és az egyetlen mérce szerintem, amit igazából mindenki megért, az a pénz. Kinek a festménye mennyiért kell el? Ez egy olyan, a sikernek egy olyan fokmérő, amivel nem lehet vitatkozni, és jelenleg az a helyzet, és ez egy döbbenet, hogy noha a festők többsége ma már nő, a képzőműszeti egyetemen végzettek többsége nő, de ha megnézzük, hogy kortás férfi és kortás női képzőművészeknek a képei mennyiért mennek el, akkor az derül ki, hogy az első százban nincs benne. Nő. Hm. Ez Tehát nagyon, hogyha, nagyon érdekes. Hogyha van egy, gondolj bele egy műkereskedő, aki azt mondja, hogy akkor én most egy kortás művészt fogok felkarolni. Hm. Mert ugye tudjuk, hogy ezeket föl kell karolni, föl kell építeni az ő karrierjüket, rengeteg pénzt kell beleölni. És azt mondja, hogyha... Én egy férfit választok, akkor az tízszer annyi pénzt fog nekem hozni, mintha egy nőt. Na most innentől kezdve. Innentől kezdve meg el kell olvasni a könyvedet, Igen. és át kell ezt gondolni. Várjuk a következő könyvet is, addig meg mindenkinek azt javaslom, hogy vegye meg 10-12 éves korú gyerekének Fozormacsillag legújabb könyvét. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltál. Én is nagyon köszönöm.